Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Hölgyeim és uraim, az elefánt a szobában 260 kg-ot nyom, és talán ez az első számú problémája a Yamahának, amiért keveset adnak el belőle. Mindenki csak arra gondol, hogy ez egy nagy, manőverezhetetlen, lassú tanker, de egyébként egy gyönyörű tanker. A lövedékformájú fej, az oldalra lehozott idomok, a matfehér tank, az arany teleszkópok, az elox kék kerekek, egész egyszerűen karakterisztikus megjelenése van a Tenerének. A karbon vázvédő csak hozzátesz az egészhez, bár nyilván én is vélek felfedezni hülyeségeket. Miért van lefújó feketére a leömlőnek a vége a kipufogó dob előtt? Volt egy kis extra festék, és akkor oké. Elől dupla 310 mm-s féktárcsák, ABS-szel, hátul szintén ABS-szel 283 mm-s féktárcsák, kétségkívül meg tud állni ez a motor. Kardánhajtás, tehát a láncnak a hülye tulajdonságait el lehet felejteni. Fűzött küllős kerék, tehát nincsen belső benne, és fordítva vannak benne fűzve a küllők, imbuszos küllőcsavarokkal. Végre feltalálta ezt is valaki. Az oldalidomban található a vízhűtő, integrált bukókeret van a motoron, viszont az indexek nem túl flexibilisek, én úgy látom, hogy ha ez letörik, ez hozza magával ezt az idomot is. Emellett egy EDV motornál az olajszűrő ennél rosszabb helyen nem is lehetne. Viszont ha nem csal a szemem, úgy látom, hogy az egész blokkot lejjebb hozták a váz alá, gondolom azért, hogy a tankot is lejjebb tudják hozni, ezáltal egy alacsony súlypontot érjenek el a motornál. Közben induljunk el. A motor annyira jól ki van egyensúlyozva, hogy olyan érzés rajta ülni, mint egy egyhengeres 650-es valami. Gyakorlatilag a lépésben lehet vele gurulni, anélkül, hogy letenném a lábamat. Ennek ellenére a KTM szerint ő a kövér gyerek az osztályban, a Honda és a Kavaszak csak simán gazdagnak csúfolja, és ezek közül talán a bajor hárombetűs cég kritikája a legégetőbb. Szerintük másolták. Mindenki azt mondja, hogy ennek a motornak semmi keresnivalója a földúton, ennek ellenére igenis van. Bár nincs karakterisztikája és úgy viselkedik, mint egy nagy hajó, de funkcionális. A gyári Battle Wing gumiktól nem kell elvárni semmit, se terepen, se aszfalton, és ennél keményebb földútra nem érdemes levinni. De ha nincs más választásod, ettől függetlenül mégiscsak egy nagy kalandmotoron ülsz, és nem kell megijedni vele egy kis murvától vagy egy kis földúttól. És végre az első motor, aminek a gyári kormány magasítója, azt mondom, hogy elég nekem. Elkezdtek 185 centire méretezni motorokat, mi történik itt? Ezen kívül még egy óriási plusz Yamahának, hogyha már erről beszélünk. A lábtartó puha gumival van ellátva, ami ülőpozícióban tök jól leveszi a lábadról a kéthengeres blokk bárminemű rezonanciáját, de ha netán felállsz és súlyt helyezel rá, a gumi eltűnik és előkerülnek a fém tüskék, amik belekapaszkodnak a csizmádba. Szégyelheti magát az összes többi gyártó, hogy ez nem jutott nekik eszükbe. Bakker elkezdett szakadni az eső, ki kellene menekülni alóla. A motor súlyának az egyetlen igazi előnye, hogy nagyobb sebességnél úgy betapad az aszfalthoz, hogy semmilyen széllökés és semmilyen kamion mögötti örvény nem tudja azt kimozdítani a pályáját, mint egy mozdony úgy megy előre. És az már egyszer biztos, hogy jobban fékez, mint egy vonat, ugyanis ha az első féket meghúzom, akkor elektromosan elkezdi adagolni a hátsót is, gyakorlatilag hozzá sem kell érnem a pedálhoz, de hogyha én netán mégiscsak leszeretnék menni terepezni, és nekem nem kéne hátulra az ABS, akkor elméletileg valahogyan ki lehet kapcsolni, akármit nyomkodtam a kezelőfelületen, nem találtam meg eddig ezt a funkciót. Én úgy tudom, hogy az előző modelleknél fel kell rakni a motort középsztenderre, ami itt most nincsen, és kettesben addig forgatni a kereket, ameddig össze nem hányja magát az ABS, és ki nem kapcsol. Viszont következő indításnál újra be fog kapcsolni. Visszatérve a Design VS funkcionalitáshoz, van egy állítható magasságú szélvédőnk, ami jelen pillanatban a legmagasabb pozícióban van. Van egy GPS tartó állvány, rúd, ami rezonál össze-vissza, tehát nem tudom, hogyha felraknám a telefonomat, akkor mit látnék belőle. Illetve van egy ilyen szögletes, ilyen fegyverláda alakú műszerfalunk, nagyon-nagyon katonai megjelenése van. Úgy néz ki, mint valami orosz vadászgép műszerfal 20 évvel ezelőttről. Tökéletesen látom rajta az összes információt, a jobb oldalon jellemzően a trip, fogyasztás, hőmérsékletek vannak, a bal oldalon pedig minden egyéb alapfunkció, amire szükségem van, például a sebesség, a fordulatszámkijelző, az óra, illetve a módok. Két módot tud a motor, az egyik a sport, ami rángat, menne, nem lehet vele finoman közlekedni a városban, hogyha átbillentem a módkapcsoló touringba, akkor lehiggadnak a kedélyek, és ez a touring mód, ez egy kicsit unalmas, hogyha gyorsan visszakerül sportba. Tudjátok, mit nem értek, hogy amíg a többi gyártónál 1200-1300-as túraendórokat adnak ki 130-150-170 lóerőkkel Yamahának, hogyan sikerült ezt a monstrumot 113 lóra kihoznia? De van mellette 117 Nm, de úgy elfogy egy picit, tehát úgy érezni hajta, hogy hiányzik belőle az a picit agresszív játékosság. Gondolom, itt nagyon sokat játszik a környezettudatos mérnöki tervezés, az eurószabályozás, illetve hogy mindenféle környezetvédelmi és egyéb előírásnak megfeleljen a motor. De a legenda úgy tartja, hogy van hozzá egy utángyártott vezérlő, amivel azért azt a 20-20 pár lovat is ki lehet még csalogatni ebből a blokkból, amit Yamaháig valahol elástak benne. Elképesztően jó hangja van a gyári dobnak is, hallgassátok csak! Viszont a gázreakciója még sportmódban is inkább hasonlít egy öreg Harley-ra, mint egy hasonló kategóriájú nagy endúróra. De hogyha átrakod touring módba, akkor aztán végképp nem kell félned attól, hogy megállít a rendőr pont akkor, amikor ott hajtad a jogosítványodat, mint egyébként most én, de nem mondjátok el senkinek. És mivel ugye a vízhűtőt felhozták az oldalára a motornak, magát a blokkot előrébb és lejjebb csúsztatták, hatalmas nagy hátsó lengővilla fért a motor alá, ami nagyon-nagyon jól teszi a dolgát. Alacsonyabban van a súlypontja, nagyobb rugózatlan tömeget hordoz a hosszú lengővilla, ezáltal van ideje a hátsó keréknek megtapadni, és úristen, ez a tapadás, ez valami elképesztő érzetet nyújt, amihez még szintén hozzátesz a 270 fokos gyújtásszög, tehát a hengerek úgy robbannak, hogy a hosszú szünet a dupla robbanás között megengedi, hogy a kerék felzárkózzon az impulzusból, és még jobban megtapadjon. És elképesztő érzés, hogy bár nem megy gyorsan a motor, bár nem ugrik a motor, de mint egy gőzmozdony továbbra is úgy halad előre. És egyébként a Szegedi Yamaha Kalmártól származik ez a motor, köszönöm szépen nekik, hogy kölcsön kaphattam egy pár órára, és ha netán az jött volna le, hogy végigfikáztam ezt a motort ebben a pár percben, akkor légy szíves, nézd meg megint ezt a videót. Ugyanis a nap végén, amikor az 500 km-rel a seggedben leszállsz a tenderéről, anélkül, hogy fájna a hátad, a csuklód, a derekad, a vadulós vezetési stílus miatt, amit nem tudsz véghez vinni ezen a motoron, vagy elfáradtál volna az útszéli szervizekben, amire szintén nem volt lehetőséged, mert nincsen rá szükség, vagy ha netán hiányzik neked fél óra fülcsengés, mert egyébként tökéletes a szélvédelem, akkor ne ezt a motort vedd meg. Végtelenül egyszerű ezt a motort vezetni, nem fog meglepni téged semmilyen úton, módon, és talán pont erre van szükségem ahhoz, hogy több száz, több ezer, több százezer kilométert le tudjak vele vezetni, bármilyen energiabefektetés és izgalom nélkül. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszi a Szegedi Yamaha Kalmárnak a tesztmotort, sziasztok!